Immár 8. alkalommal rendeztek közösséget kovácsoló Batyus Bált a Patróna oviban. A saját készítésű házi finomságok mellett a szülők, az óvónők és a dadusok közös műsora teremtett jó hangulatot. Az önkormányzat nevében Lindmayer Ákos képviselő vett részt a Vidám estén. Terézváros országgyűlési képviselő jelöltje, a 7 gyermekes Róna Székiné Keresztes Mónika személyes élményekkel érkezett az eseményre. Szondi utcai Patróna óvodát, ugye mi családilag 2004 óta ismerem, illetve 2004-ig járt ide a kisfiam, a legkisebb fiam, akkor kapta meg egyébként a Katolikus Egyház, mint a Zsámbéki Tanítóképző Főiskola gyakorló óvodája volt. Úgyhogy célzottan hoztam ide a Jancsi fiamat, és nagyon-nagyon megszerettük akkor. Úgyhogy azóta már a családból egyébként több generáció is jár az óvodába, és képviselői minőségemben ősszel voltam itt a születi bálon, úgyhogy meghatódva és az emlékekre visszagondolva, és hát nagyon nagy örömmel láttam, hogy ugyanaz a hangulat, ugyanaz a légkör, és egyre fejlettebb szinten jelenik meg az óvoda életében. Itt olyan profizmussal nevelgetik a gyermekeket, hogy igazi közoktatási, köznevelési intézményé vált a szó legnemesebb értelmében. A gyerekek itt szeretetet, tudást, a szülőkkel való összetartást kapják, egyéni fejlesztésben részesülnek a gyerekek úgy, hogy a saját képességeik, akik esetleg bármiben fejlesztésre szorulnak, ők is a saját képességeikhez megfelelően külön torna gyakorlatokkal, külön fejlesztési módszerekkel kapják a fejlődést, úgyhogy innen, akik már iskolás korban kerülnek, és iskolába kerülnek, egy hihetetlen gazdag emberi és szellemi tudással a batyujukban, vagy a batyubálon vagyunk most itt, indulnak el az életbe, úgyhogy én nagyon nagy örömmel jöttem, mi is hoztunk egy kis batyút, gyümölcsöt és pogát, és örömmel fogjuk látni az itteni műsort, és a legnagyobb gazdagság ebben, hogy a család itt összeér, tehát az óvoda a családdal összeér, a gyerekeket hazaviszik az óvodából, de a szülők most az óvodába jöttek itt ebben a családi közegbe, és itt fognak együtt farsangolni. Úgy gondoltuk, hogy a szülőknek nagyon-nagyon nehéz óvodás gyerek mellől elmenni úgynevezett bálba, farsangi mulatságba, ide viszont szívesen jönnek. Nem csak a hétköznapokban ismerik egymást, hogy gyermeküket vetköztetik, sétálnak hazafelé, hanem ilyenkor úgy, mint a gyerekeik, igazi játékokat találunk ki, versenyeznek, közösen elfogyasztják azt az ételt, amit úgynevezett batyuba hoznak, és ami a legfontosabb, hogy nagyon-nagyon sok vidámsággal, szeretettel együtt lehetünk. Ami nagyon-nagyon jó és nagyon nagy érték ennek a közös farsangunknak, hogy óvónénik, a dadusnénik, és természetesen a szülők együtt készülnek valamilyen előadásra, valamilyen programmal, meglepetésre. Ebbe benne van az, hogy valamelyik óvónének az unokája ad elő valamilyen számot, az óvónénik énekelnek, táncolnak, van olyan szülő, aki zenekarba játszik, és akkor a barátaival együtt meg tisztel bennünket egy zenekari művel, és ami lényeg, hogy együtt, közösen valami jót teszünk a gyerekeinkért. Koroknai Szabolcs vagyok, valaha ide járt óvodás, most már nem óvodás, most már szülő, 3 gyermek édesapja, ebből a legnagyobb lányom most ide jár, és hát ami érdekesség volt nekem annó is, és ami miatt döntöttem úgy a feleségemmel, hogy a gyermekeinket is lehetőség szerint ide fogjuk járatni, hogy bár pesti óvoda, de mégis vannak olyan lehetőségek, hogy akárha arra majd fényes nappal, ha kitekint az ember, akkor itt veteményes kert van, tehát a zöldségek, gyümölcsök, virágokkal ugyanúgy meg lehet ismerkedni, mint vidéken, tehát ez egy sokkal komplexebb dolog, illetve hát hiába a belváros szívepont, ezért sokkal több minden elérhető, illetve hát itt annó is, és most is ezt érzem, hogy az óvodapedagógusok, az itt dolgozók, legyen az Dajka vagy bárki, szellemiségben olyan, ami szerintem, tehát az én értékrendemmel megegyezik, és hát így könnyebb közös nevelése ugyanazt a célt elérni, mint hogyha csak én szeretném esetleg a gyerekeimnél. Yeah.